Szövetség minden tagját üdvözlöm, Károsz vagyok, és ide jön, megnézzük ezt a halloweeni eseményt a Gwenten belül. Én már megcsináltam, de ezt újra fogom csinálni, igazából most végig akarok menni a standard részén. Ugyebár az a lényeg, hogy van egy kis falu, ahol meg szokták tartani az éves aratást. Ez ugyebár a Tuszani hercegségben van, és megtámadták őket a vámpírok, mert vonzotta őket ez a alkohollal teli vére az embereknek. Regis is itt van, egyébként őt lehet majd megszerezni. Hát expertem meg igazából egy titulust lehet megszerezni, meg egy keretet, de hát nem tudom, hogy mennyire érdekelt titeket az expert rész, ezt majd kommentbe írjátok meg. Most viszont meghallgatjuk a narrációt, és akkor utána pedig belevágunk az egészbe. Annyit még el akarok mondani, hogy jövő héten megjelenik az utolsó könyv, akik olvassák természetesen a Witcher könyveket. Úgyhogy én már nagyon várom, kíváncsi vagyok, hogy mivel zárul a történet. És de most egyelőre nézzük meg, hogy mire van szó. Egyébként 10 napom lenne még arra, hogy ever tasted any wine of Toussaint? Then you know there are no finer beverages in all the world. Drinking them, however, comes at a significant risk, and I do not mean mere hangovers. Allow me to explain. Vampires are particularly fond of the blood of men who have quaffed Est Est or Ervlus, absorbing their exquisite flavors, aromas, that first note of citrus, that black currant finish. At any rate, during 1 year's celebrations of the grape harvest, the inhabitants of a certain village near Beauclair learned the dangers Beauclair. Of their libations the hard way. Na, és itt igazából az a lényeg, hogy van egy ilyen barikád, vagy ilyen... A lényegében barikádnak lehet nevezni, amit 10-es támadó erőre fel kell erősítenünk, illetve ölnünk kell vámpírokat a zijászainkkal, mert hogyha 3 vámpír lesz egy sorba egymás mellett, akkor aktiválódik a trió képesség, tehát elveszítjük a dolgokat. Úgyhogy nézzük is meg. Nem biztos, hogy elsőre meg lesz, tehát lehet, hogy mindegyiknél 2 próba lesz legalább. De ki tudja. Védd meg a falut. Vámpírok mindenhonnan támadják, és csak a fa, hát ilyen korú tudják megállítani. Meg kell erősíteni a védelmet, nem szabad, hogy ellepjenek minket a vámpírok, illetve a trióképesség, és ne felejtjük, hogy át lehet lépni a dialógusokat. Run for it, men! If we stay, we die! Why do you stand there? We must defend the village! És azért is érdekes ez a kihívás, mert egyébként mindkettőnknek van egy üzeme, tehát hogyha elbukom ezt a kört, akkor igazából az egészet elbukhatjuk. Mert úgy van, hogy egyébként ezek egy vámpírt meg tudnak ölni, ha 2 van a sorba, akkor 2 tudnak megölni. Ezekkel a kaszásokkal lehet erősíteni a védelmet. Illetve itt van nekünk az új lap is. A hősünk, aki ugyebár erősítés, de viszont átalakítja a kint lévő ilyen lapokat, a kaszásokat ijászokká, az ijászokat pedig kaszásokká, értelemszerűen. Áj! És ezt felerősítjük. Az a helyzet, hogy egy ijászt így is el fogunk feszíteni, de szerintem annyira nem probléma. Köszi, traders! Ezeket most kilőjük. És tovább erősítjük a védelmet. Aztán persze megint 2 megölünk. Don't lie this. Utána kimegy a kaszás, hogy akkor egy hetesre. It's no use! Nothing hurts them! Felerősítsük. There's a time to reap, a time to sow. Egyet most sem szűdik.
És akkor most ki kell jönni a hősnek. Follow me! The beasts bleed! It means they can die! És akkor majdnem, hogy ugyanezt kellene csinálni. Csak most úgy lesz, hogy... Egyébként ez nem tud senki be se sebezni. Tehát először kérjük ezt. Ez úgyis ezt fogja sebezni. Akkor kimegyek az is. Hát igen, ez nem lehet a legjobb végkimenetele a dolgoknak. Tehát erősítettük, akkor most meg kell ölni. Sod it all. You won't take us alive. Egy ilyen szügye be a katakra. Don't lie this. És itt az érdekes, mert itt most megint az íjászokat kellene használnom. Sod it all. De így viszont el fogjuk bukni. Amen. Ez nem jó így. Nem, mert kilőtte az íjászokat, és ez volt a legnagyobb probléma most ennél. Nem, ez most így el fog menni sajnos. Ezt hagyjuk. De... nem az volt a baj, hogy a Katakan az most betámadta az ijeszt. Akire szükség lett volna. Mert akkor utána tudtuk még. Jó, most ezt átugorjuk. Mert egyébként a taktika az jó lenne. Csak ahogy mondtam, ilyenkor, hogyha... akkor tudni, hogy nem úgy hozza be a dolgot, hogy kellene. Don't lie this. This artist will be reaping black clad heads. Don't lie this. Mert ha csak úgy sokat támadne... It's no use! Nothing! Fogd már be. Aj. Így. Follow me! Így. The beasts bleed! It means they can die! Egy yes a... Sod it all. Kimegy a passzás. Remélhetőleg őt is támadja. Jó. Akkor kettő. Sod it all. Megy. My spirit's willing and how but these damn boots are killing me. Jó. Sod it all. Ez most sajnos ilyen... ilyen türelemjáték. We'll defend our homes, no matter what! És akkor elvileg... Cursed traitors. Yes. És akkor elvileg most meg is vagyunk ezzel. Curses! Yes! Damn things breed like rabbits! Na, itt van Vezemir, yeah! Who the devils are you? No time to explain. Nincs ideje. Toss this towards the beasts. I'll take care of the rest. Nice. Na, hát másodikra sikerül. Azt mondja, a sárkányok álma. Egy éghető gázt
bocsátunk minden sorra, és utána ezt meggyújthatjuk. Jó. De jól nézett ki. Step back! Na. Akkor ez miért gondos? It worked! They run, they flee! Yes. Someone led them here. Need to know where from. Hát igen. Nice. Ez megvan, ezért azt a 25 aranyat nem kapjuk meg. Viszont most jön a Knocking Horror's Door. If not for a Witcher, who happened to be in Tucson at the time through a fortunate series of events, vampires might have slaughtered the whole village, leaving behind only desiccated corpses sucked dry of their last drop of blood. Though that danger had passed, Vesemir knew his victory was only temporary. The vampires would strike again once they healed their wounds. The villagers thus needed to strike while the iron was hot, finish the beasts off for good. Vesemir commanded the peasants to grab their pitchforks and led them towards the notorious castle of Teshumbutna, the gates of which were closed tight. Törnünk a kaput, aminek 80-as a támadó ereje. Don't let the vampire destroy the... Aha, a faltörőkost ezt nem szabad elintézniük. Buklerbevú. Mi ez a buklerbevú? Na ezt megnézem, hogy az vissza tud hozni egységeket a kezünkbe, még a hőst is. Akkor gondolom, igen. Jeremiah az. Destroy the Tesson Mutna Gate before the battle ends. You need your battling ram for this, so be sure defending it. If he gets destroyed, you lose. I've seen that horror before. Careful, men! Hogy elpusztult a... Ez mi? Három kaszást hozza ki a paklimba, igen. At the start of your turn, damage the castle gate by a number of peasants on the row. Igen. Igen, tehát ezt kell megvédenünk, és ez. Never a peasant appears in the row. Damage a bronze unit, a silverback. Nice. Ja, erről beszélt. Return a peasant ally to your hand. Tehát a tehén. Nice. Azt mondja. Move an enemy on one rowback. Tehát egy egységet tudunk elmozdítani, és kettőt sebez rajta. És a harmadik az elvileg megöli. És ezzel lehet meggyógyítani a faltörőkost. Jó van. Akkor szerintem hívjunk először parasztokat. És akkor mellé. Meggondolom, ezt kell azért erősítenünk. Minél többet sebezzen. Mert most hármat fog elvenni. If not a milling roll, start of your turn, move one forward. If the milling roll, start of your turn, damage a random enemy opposite row by 4. Úristen, tehát ezeknek nem szabad az első sorba kerülnie, mert akkor nagyon sokat sebeznek. Jó, hát igazából... There's a time to reap, a time to sow, and a time to die. Visz, bejön Vesemir, kijátszuk, akkor három egységre rásebez hármat. Akkor ezeket pont meg... Tehát lehet, hogy meg kell várni, amíg... Jó, oké. Okay. Mindegy, ezt most kijátszunk. És akkor ezeket most nem szabadna itt hagyni. Hát akkor most kell az ilyet, gondolom. Igen. Igen. És ez van. És akkor most ki tudjuk hozni Vesemirt. Watch out! They're attacking from above! Thank you.
Nice. Katakam. És ez folyamatosan sebzi kettővel. Úristen, várjunk, akkor ez valahogy... De ez a baj, hogy itt nagyon sok van, tehát kettőt minimum feljebb kellene tornáznunk. Egy. Kettő, és hát ha a harmadik lövés ez meg, hogy elvileg meg kell lenni. Igen. Most meg kell gyógyítanunk viszont a faltörőkost. Barbarians. Így. És... ja, és akkor így tud lenni. Hát a katakánt azt akkor szedjük ki. Ó, bakker, nem áll. Nem baj, mert... The wings! Slash at the wings! Vezemért vissza tudjuk hozni. Akkor megint takarít egyet. I'm too old for this shit. Nice. Uha. Na akkor gyógyítsuk fel szerintem a... Barbarians. Ezt. Na és akkor kapura szerintem ott az a lövés. Most valószínűleg megöli a mérteket, meg mindent. De nem baj. Próbáljuk meg azt, hogy kijátsszuk őt. Break down the gate! És visszahozunk néhány parasztot ide, hogy megint erősebben támadjon. Nem, hatú legyen. Robbaker. Csak tartson ki a katapult. Azt mondja, hogy... Ezzel miért, hogy azért rásöpezzünk a hátsókra? Protect the ram! The gate must give! Rakjuk be a... Sod it all! Kettő. És akkor elvileg... azért kijátszom. És így már nem tudnak sebezni. Na, megvan! Quick, inside! Yes! Come on, you whoresons! Mi a... Zoot it all! The Witcher is out cold! We're on our own! És itt úgy mutatja be, mintha... halt volna. Hogy akkor a hős falusiak menjenek és végezzenek a fővámpírral, aki nem más, mint a jó öreg barátunk. Regis. És egyébként őt lehet megszerezni, mint avatárt. The villagers managed to bring down the gate. Yes. And force their way into the castle. Yet, they found they were now on their own. Without the Witcher, what chance of victory did they stand? Only the slightest. Especially as a higher vampire enthralled to bloodlust led the beasts. The terrified peasants caught the creature's name as screamed by his Bruxay minions. Emil Regis Rohelic Tertsif Godifroy. Azt mondja, Regis transform reactive at the start of your round, meaning he can be played. Igen, with newly ability. Ó, tehát többször ki lehet majd, többször kijátsza őt, igen. A Regis patkányokat... Mi? If Regis create rats in your deck, draw a plate. Aha. Katakans have deployed strangely liking popular mind. Use it. Oké. Okay. Meglátjuk. Na,
jó öreg Regis. Kíváncsi vagyok. Come out! We know you are in there! Home delivery? Splendid! Ez mi? Sorry to be blunt, but your scent is... well, it's intoxicating! Aha, tehát, hogy kijátszuk, akkor mindenhová ködöt idéz meg. Meghal, akkor átalakul a vámpír formájába. Nézzük. Ez most egy speciális lap. Szerintem lehet, hogy hagyni kellene. Agitátor, a mellette lévő egységeket kettővel növeli. Az íjászok, igen. Never you play an ally appears boosted by one. Aha. Ez mi? Boost every presence in your hand by one. Tehát ez megerősít minden. Tehén. Álkozásokat. Nem tudom, hogy itt mennyi szó. De ez mi? Clear a hazard from the row in your side and boost. Ja, egy sorba. Ilyen egy sorunk azért. Mondjuk ide. Ó, patkányokat rakott a paklimba. Hát ez csodálatos. Á, ez a tehén, ez felesleges. Szerintem. Mi ez? More blood. I want more. Mi történik? Elvette a tehenet. Hát... azért lehet, hogy nem is baj. És akkor én jövök, mi? Próbáljuk meg ezt. Garny Vettles? Hungry like a wolf I am. Akkor lerakok egy crossbowment. Wise choice. És automatikusan támad, érted? Lehet, hogy ezeket fel kéne erősíteni. De ezek mit csinálnak? Spawn two lesser ravens. Hát ez az új kártya lapnak a képét használja. Egyébként az egy nagyon jó kis lap lett szerintem. Ó, mi ez? Legyengítette egyesre. Oké, hát... legyen ez. Left, right, left, right. És akkor így vissza tudtuk elősíteni. Mi ez? Ó, vagy ez a... igen. Játsszuk ki ezt. Így. Hol is ilyenkor lőjek? Már nem sokat lőtt. Legyen ez. A másik. Lehet, hogy elrontottam egyébként. Sőt, biztos. Nem, nem, ez nem lesz ez így jó. Ja. Nem jó ez így. Nem, valamit nagyon elnéztem. The villagers managed to... hát az a baj, hogy megnyeri ezt, a következőt is valószínűleg így meg fogja nyerni. És ez nem... come out! We know... jó.
Sorry to be blunt. Valahogy rosszul. But your scent is, well, pozícionálta. It's intoxicating. Tehát ez jó volt, hogy ezt innen letakarítottuk. Meg az, hogy ezek szerint a harmadik körbe el akarna venni egy egységet, tehát még jó, hogy csak a tehenet játszom ki ilyenkor. More blood. I want more. Megint azt veszi, ha? Lehet, nem is baj. Rakjuk ki megint a... Tiny Vettles, hungry like a wolf I am. Your life is mine now. Aha, így kettő sebzett. Ez mondjuk nem rossz. Erősítsük fel őket megint. Amen. Akkor most szerintem kijöhet az agitátor. Left, right, left, right. Igen. Tehát mindig, hogyha mellette járjuk meg. Jaj, kérhető. Fun hand. Akkor tegyük ide, mert elvileg ez is present, és akkor... Jó. Oké. Kettő közé akkor is működik vajon? Order! Yes. Nézzük. Oh yeah. Na, rosszul pozícionáltam, mert így viszont többet tudunk lőni, és... Your blood! Exquisite! Basszolok, mert hát, ha kijátszik valamit még. És akkor lapelőnybe is leszünk. Aha. Ura kijött. És a patkányokat megidézze, aminek semmi képessége nincs. Aha. Nice. Nice, nice, nice. Hogy az a... More! More! Megőrült, megőrült. Jó ég. De most mása. Minden varjút, meg kisebb varjút felerő. Hát ez óriás. Jó, ezektől a... Tehen. Fun hand. Yes. Fel tudtuk erősíteni. De... Jó, persze. We cannot back down now. Na, és after ez me. Akkor you are stronger than the others. Ki tudja hívni? Oh, good. Hogy még nem. Azt hittem, hogy... A gitár. Army's a waste of time for one like me. Legyen ez. Aha, várjunk. Play the lowest units from your deck. Boost the highest units from deck. And then I play it. És, aha, tehát a legerősebb egységet felerősítés kijátsza. Tízessel. Hát de nekem inkább kaszások vannak, úgyhogy lehet, hogy azokat kellene inkább. Nem? Again and again and again. Ó, és itt van. Itt vannak a kaszások, jól van. Az, ami talán megoldható, szerintem. Tehát
A spirit's willing, and how, but dogs are killing me. Igen. Á, egyet megölt. Nem baj, most akkor ezt csináljuk. Mert még így is elég erősek. Még be is lehet hozni ezt az egészet. Tegyük ki mellé. Yes! Pont megfordítottuk. Nem baj, most már csak ezt kiátszás. Yes! Megvan! Apologies! Na. I'm feeling a mite dizzy! Mind if I sit? He's drunk! Attack now! What? Whatever are you doing? Oh! Fools! We must chop him to bits! Bury the pieces! And quick! This is sure to end in a monstrous headache. Tudjuk, hogy ilyen szempontból regiszt nem lehet megölni, mert regenerálódik, még ha szét is trancsírozik. Legalábbis mondjuk ahhoz kell egy másik vámpír, mint ahogy elmondta. Az történet is itt van. Nice. Ah! Meghattintottam mindig. As the saying goes, drinking can be hazardous to your health. Regis learned the truth of it in a very painful manner. At first, it seemed nothing could hold him back, but then he drank and drank, seemingly oblivious to the intoxicating effects of alcohol-infused blood. At last, he fell to the ground in a stupor. The peasants pounced upon him, chopped him into bits, and buried these as deep as they could. Of course, this hardly sufficed to kill the higher vampire, but was more than enough to convince Regis to give up drinking altogether. Az a lényeg, hogy mindenki örült, meg egyébként feldarabolták Regis, meg eltemették, és ezek után így Regis is megfontolta azt, hogy ennyit igyon. Zsír. Expert mode unlocked. Hát jó. Azt szerintem egy videón kívül fogom megcsinálni. Legalábbis nem tudom, hogy mennyire érdekelne titeket ez a dolog, hogy expertbe is megcsináljam így videóba. Pay attention now. I wager this you'll want to see. Not good at all. Do not mistake my manners for weakness. We all err at times. Even I do. Bravo. Well done. Ah, you've my utmost gratitude. Na, ez nem rossz. Szerintem bent hagyom. Jó van, hát kicsit hosszabb lett ez a videó, mint amire számítottam. De attól függetlenül remélem, hogy tetszett nektek. Ha így van, akkor mindenképpen lájkoljátok. Illetve írjátok meg kommentbe, hogy nektek hogy sikerült. Hogy elég hamar meglette nektek, vagy nektek is kicsit ilyen szenvedős volt. Minden esetre, ha titeket még érdekelne az expert mód része, vagy hogy csináljak róla videót, akkor azt mindenképpen jelezzétek nekem. És legközelebb találkozunk. Addig is a következő videókig. Sziasztok!